Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei területi szervezete mindig az élen járt a vadászok és civilek közötti kapcsolat erősítést elősegítő és a vadászok társadalmi elfogadottságát javító rendezvények szervezésében. Jelenleg az egész életünket megkeseríti a koronavírus járvány, hiszen nagy létszámú közösségi rendezvényt nem szabad szervezni, sem azokon részt venni, érthető okok miatt. De azért valamennyien reménykedünk, hogy egyszer, a nem túl távoli jövőben vége lesz majd ennek az időszaknak, és újra felpesdül az élet. Elnök úr, használjuk ki a lehetőséget, és idézzünk fel emlékezetes tavalyi rendezvényeket. Mi már januárban elkezdünk különféle programokat szervezni. Mondhatnám azt is, hogy talán nagy sikerre, legalábbis a részvételi számok ezt mutatják. Már januárban egy nagyszabású, úgymond évnyitó rendezvényünk van a megyei vadászban, az állami erdőgazdaságok bevonásával együtt egy 250-300 fős megyei vadászbállal indítunk, és hamarosan utána Bábán folytatjuk a rendezvényeink sorozatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen a Bápai Agrárexpo keretein belül, amely egy háromnapos, most már nemzetközi szintre felnőtt rendezvény, és ennek keretein belül tartjuk a megyei vadásznapunkat is. Az elmúlt évben ezen a napon körülbelül 10 000 fős látogatottsága volt a rendezvénynek. Én gondolom, ezek a számok magukért beszélnek. Szinte egy hét, kettő telik el ezen rendezvény után. Átköltözünk Várpalotára, ahol a várossal, szintén az állami erdőgazdaságokkal közösen most már 5. éve szervezzük meg a Vadász Gyereknapot. Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez egy teljesen ingyenes rendezvény. Mi hárman a várossal együtt, vagy négyen a várossal együtt szponzoráljuk. Minden részvétel az ott megtalálható eszközökön ingyenes. A gyerekeket szüleikkel együtt ingyenes ebédre hívjuk. Legutóbb körülbelül 8 000 fő vett részt ezen a rendezvényen. Úgy gondolom, hogy egy óriási sikerű rendezvénysorozat ez. Júliusban a sümegi rendezvényünk következik, ahol a várossal közösen most már 15 éve a Jakab napok keretein belül szervezünk vadásznapokat. Ez most 15 éve fennálló rendezvény, egy egész napos programmal. Most már az elmúlt években a horgászokat is bevontuk ezen rendezvénybe. Arra vagyunk nagyon büszkék, hogy az általunk egyeztetett, megfogalmazott, kitalált programok, azok nem szalmalány jellegű programok, hanem éveken keresztül fennmaradnak, működnek, fejlődnek, és az megítélés az mindenképpen pozitív. De szeptember-október hónap az a vadgazdálkodás életében az a vállalkozás jellegű tevékenységek sokaságát jelenti, hiszen zajlik a szarvasvadászat, dám, buflóvadászatok történnek. Ilyenkor egy kicsit mi az irodai jellegű dolgokra koncentrálunk, de hamarosan elindulnak a trófeaszemlék. Ezek a programok tényleg nagyon gazdag tartalommal szerveződnek, de miért fontosak a vadászkamara számára? Én úgy gondolom, hogy ez több funkciós fontossággal bír. Elősegíti a vadászat társadalmi elfogadottságát, amiben mindig van tennivaló, mert nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon a vadászat már egy elfogadott dolog, és akik ezt a tevékenységet végzik, azokra már nem olyan szemmel néz rá a közvélemény, tehát ebben lényeges előrelépés történt az elmúlt évek során, de természetesen még további feladataink vannak. Fontos az ifjúsággal való foglalkozásunk, a gyerekekkel való foglalkozásunk, a vadászat valamilyen szintig a mindennapokban történő beépítésével elősegíthetjük a jövőnk stabil biztosítását a későbbi időszakra, és természetesen fontos a harmadik tényező is, hogy a hivatásos állomány vadászaink, akik úgymond a magyar nagy értékű vadállományt gondozzák és védik, megfelelő képesítéssel, továbbképzéssel, szaktudással rendelkeznek, és ebben beletartoznak a sportvadászok is, és ezen program keretein belül mindig vannak olyan rendezvényeink, mindig vannak olyan előadóink, amelyik ezt a célt szolgálják és elősegítik ezt a törekvést. Úgy gondolom, ez a hármas egység,